Szótári magyarázata szerint a Kejfej Jancsi baba formájú kisjátékszer, amely az aljába rejtett súly hatására fektéből mindig fölegyenesedik. Karcagon viszont ennél mélyebb jelentéssel bír. A Madarász Imre Egyesített Óvoda minden nevelési év elején megrendezett mozgásos vetélkedője. A mozgás fontosságáról szóló tanulmányok, könyvek több könyvtárnyira rúgnak. Fejleszti a gyermekek testét, szellemét, olyan készségeket erősít, amelyek később az iskolai tanulmányok során, majd felnőtt életük folyamán is kamatoztatnak. Az is tudományosan igazolt, hogy az alapos bemelegítés nem csak üzemi hőfokra hozza a szervezetet, de megelőzi a sérüléseket is, legyen szó akár óvodás, akár felnőtt versenyzőről. A délután mindegyik tagovodából érkeznek gyermekcsoportok, szülőkkel együtt, és mind a 8 tagovodából egy-egy csapat fog ma betélkedni egymással. Természetesen ugye alkalmazkodunk a gyermekeknek az életkori sajátosságaihoz, és olyan pályák lettek kialakítva, amin nagyon ügyesen végig tudnak menni, és elárulom, hogy előzetesen mindig a feladatok ki vannak adva az óvodákban, és készülnek a gyermekek erre a napra, és természetesen a szülőkkel együtt, és a szülők is bekapcsolódnak ebben a sporttevékenységekben. A karcagi kejfejjancsizásnak komoly hagyományai vannak. Már a 25. Kejfejjancsit rendezték a városi sportcsarnokban. Nem egy szülő, aki gyermekével egy csapatban kúszott a padon, vagy mászott át az alagúton, nem is olyan nagyon régen még óvodásként tette ugyanezt. Az óvoda pedagógusok vezetésével készültek a gyerekek a versenyre, a pályákat is életkori sajátosságaiknak alakították ki. Még velük együtt mozgó szüleik emlékezetből is tudták, mi a feladatuk. Az erek kitágulnak, az arcok kipirosodnak, a tüdő új erőre kap. Mindemellett minden kejfejjancsizó sokat nevet, a közösségi érzés is erősödik. Ilyen egy igazi, követendő hagyomány.